Ezredes úr, kérek engedélyt. Köszönöm. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hála Istennek a nap kisütött erre a szép mai napra. Szeretettel köszöntök mindenkit a 2016. évi ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen, és engedjék meg, hogy bemutassam a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, Gere Imre tűzoltó ezredes urat, és egyben felkérem, hogy tartsa meg megnyitó beszédét. Köszönöm. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Megint eltelt egy év. Ez a versenyzők számára szerintem jót jelent, mert az iskolából egy évvel kevesebb van. Nekünk sajnos rosszabbat jelent, ugye, mert egy évvel idősebbek lettünk. Mindenképpen nagy köszönetet kell, hogy kifejezem a csapatok felé, amiért ilyen nagy számban részt vesznek ezen a versenyünkön. Én úgy gondolom, hogy egy kellemes időtöltés, és főleg egy ilyen szép tavaszi napon. Viszont a versenyhez technikailag el szeretném mondani azt, hogy van egy sajnálatos hír, hogy aki itt győztesként fog kikerülni, az holnap élesben már a megyei versenyen fog éppen szerepelni. Tehát a véletlen miatt olyan közel van a két versenynek az időpontja. Ez miatt én elnézést kérek, de hát a szervezéshez így sikerült. Viszont a napokban nagyon sok ilyen verseny van több területen a megyében. Én mindenkinek kívánok ehhez nagyon jó versenyzést, balesetmentes versenyzést, és a technikai részhez visszaadom Magyar Finé alezredes asszonynak, hogy ismertesse a technikai részt. Mindenkinek jó versenyzést kívánok. Köszönjük szépen, kérek engedélyt. Köszönöm szépen. Én úgy látom, hogy mindenkinek sikerült már bejárni a pályákat. De azért még egyszer gyorsan fussuk át. Tehát az első pálya az itt indul rögtön a két kapu között, az az Activity. Valakinek még új ez az állomás, de meg fogjátok ismerni, nagyon klassz feladatokat találtunk ki. Utána következik szépen sorba a tornaterem mögött ugye a két tűzoltóállomás, és végül itt a kerítés környékén szépen vannak sorrendben a többi állomások. Ugye a vízvédelmi állomás van itt a másik oldalon, itt a homokozónál, a 11-es állomás maga ez az akadálypálya, és az elméleti, a 12. állomás, pedig bent van a tornatermen, hogyha keresztül mennek, akkor ott van egy 5 lépcsőfok lefelé, és rögtön jobbra az első terem, de szerintem lesznek itt kollégák, akik útba igazítják a csapatokat. Tekintettel a nagy létszámra, ugye a csapatokat, létszámát kettészettük, mindenki megkapta a menetlevelét. Akinek a menetlevél jobb felső sarkába egy ilyen sárgászöld, gyönyörű szép pontot lát, azt egy kollégám segítségével, Mihályi Sándor tűzoltó őrnagy úr segítségével ott jelentkezik közöttetek. Jó magas meg lehet látni. Ővele átmennek a csapatok a művelődési házba, ami innen körülbelül 180 méter, 40 másodperc séta lemértem. És ott a Bakony Harckiképző Központ katonái fognak egy előadást tartani a versenyzőknek, így a lőtér veszélyeiről és egyéb érdekes témáról. Interaktív lesz az előadás, bátran lehet kérdezni a katona kollégáktól. Az a versenyző, akinek ugye nem szerepel semmiféle sárga pötty a papírján, az a, rögtön az elméleti állomásokon, illetve gyakorlati állomásokon kezd. Fontos még, de ezt biztos elmondták a regisztráción, hogy mindenki azon az állomáson kezd, amelyik ki van vastagon jelölve. Gondolom, hogy ez mindenki számára világos, és meglátta, hogy ki hol kezd. Ez sorsoláson, házi sorsoláson ezt szépen kisorsoltuk, úgyhogy kérem ezt tartani. Az állomások között sziréna hang fogja jelezni a váltást. Kérek mindenkit, hogy tartsuk az időt. Sokan vagyunk, majdnem 100 fő fog versenyezni, és ezáltal nagyon fontos, hogy mindennel időbe végezzünk. Aki teljesített az elméleti, illetve a gyakorlati versenypályákon most reggel, az majd átmegy a művelődési házba, illetve akik ugye meghallgatták már a művelődési házba az előadást, azt pedig itt fognak versenyezni. Ebéd is lesz, ezt folyamatosan fogom majd a tájékoztatást adni, hogy mikor lehet elfoglalni az ebédlőt. Minden versenyző kapott ebédjegyet ezen tud majd étkezni. Menet közben, hogyha hűsítő vízre vagy a felnőtteknek kávéra lenne szükség, itt a tornateremnél van két padot, nyugodtan lehet vizet vételezni, poharat is rakunk ki, lesz arra idő, hogy ezt meg lehessen tenni. Én mindenkinek nagyon jó versenyzést kívánok, és még egy nagyon fontos momentum. Én is körbejártam itt a pályákat, hát elég izgalmasak és elég embert próbálóak lesznek, és nagyon sok helyen vannak különböző
kavicsok, különböző ilyen akadó részek. Arra kérek mindenkit, hogy nagyon vigyázzon a saját és más testi épségére, mert ugyan van első segélyállomás, de azt nem szeretnénk élesbe bevetni. Úgyhogy még egyszer mindenkinek nagyon szépen köszönöm, és akkor jó versenyzést, hajrá, induljon a verseny. Kérem a sziréna megmorgatását. Köszöntelek, polgármester asszony! Ma az iskolánkban egy olyan verseny van, ami még soha nem volt. Nevezetesen katasztrófa védelmi vetélkedő. Hogy történt, hogy ez ide került? Nagyon örültem, amikor a monori katasztrófa védők megkerestek azzal, hogy rendezhetnék-e itt az idei ifjúsági katasztrófa védelmi versenyt, mert nekem is pontosan ez jutott eszembe, hogy még soha nem volt ilyen Hernádon, és természetesen örömmel bocsátottuk az igazgatóasszonnyal a rendelkezésükre az általános iskola bizonyos részeit, hiszen azért a tanítás folyik, ezt azért tudni kell mindenkinek, de azért azt is meg tudtuk oldani, hogy az a majdnem 100 versenyző, aki a járásból ide érkezett most Hernádra, őket megfelelőképpen el tudjuk helyezni, és minden verseny, tehát a versenynek minden egyes állomását el tudták helyezni itt a tornaterem körül. De mégis, hát hogy találtak meg téged? Hernádot ugye veled együtt. Nagyon régóta kapcsolatban állunk a katasztrófa védelemmel, hiszen régen még polgári védelmi szempontból is, ugye egy polgármesternek mindig vannak feladatai ezzel kapcsolatban, hiszen talán sokan tudják azt, hogy a polgármester egy településnek a polgári védelmi parancsnoka, tehát gyakorlatilag, ha bármi történik, olyan katasztrófa helyzet van, amelyben segítenünk kell rászoruló embereknek, mert baleset történik, elemi csapás, vagy valami hasonló csapás ér bennünket, akkor bizony a polgármester az, aki az első lépéseket megteszi, és utána tartja a kapcsolatot a járási polgár, vagy a katasztrófavédelmi parancsnokkal, a megyeivel, és stb. Hiszen ez már úgy működik, mint egy katonai szervezet tulajdonképpen. És summa summarum, régóta tartom velük a kapcsolatot, és ismerem azokat a katasztrófavédelmi vezetőket, akik itt a körzetben dolgoznak, és szerintem jó közöttünk a kapcsolat, és ezért gondolták úgy, hogy Hernádra jönnének el, és rendeznék meg ezt a versenyt. Hát a gyerekeink, most lett vége, hogy az első állomásnak, ezt halljuk a háttérben, a gyerekeink is most indulnak először, de miután mi ezt itt rendeztük, elképzelhető, hogy még lesz alkalom, amikor ilyet rendezhetünk, mert azért ez egy eléggé impozáns rendezvény. Én úgy gondolom, hogy igen, bár a parancsnok úr azt mondta, hogy szeretnék minden alkalommal majd máshol megrendezni ezt a versenyt, de gondolom, hogy nem csak attól függ, hogy ők hol szeretnék, hanem attól is függ, hogy hol tudják fogadni a katasztrófavédelmet egy ilyen verseny idejére. Én úgy gondolom, hogy nem zárhatunk ki semmit. Most örülök annak, hogyha jól meg tudjuk rendezni, már pedig egyértelmű, hogy megfelelő elhelyezést ért mindenki, és a különböző állomásokat pedig a katasztrófavédelem munkatársai nagyon jól felszerelték különböző eszközökkel. Szerintem biztosan rendezhetünk még, de nem valószínű, hogy a közeljövőben. Ha jól tudom, 240 ember van, akit el kell látni. Önkormányzat mivel járult ehhez hozzá, mivel tudott segíteni nekik, illetve az iskolának? Valamivel kevesebben vannak, de az önkormányzat természetesen egy 100 és 200 között van a résztvevőknek a száma, illetve a kísérők, segítők, katasztrófavédők száma. Mi azzal járultunk hozzá, hogy adjuk a helyet értelemszerűen, és ebéddel látjuk vendégül azokat, akik jelen vannak, tehát segítőket és versenyzőket egyaránt. Ez a mi önkormányzati hozzájárulás ehhez a versenyhez, illetve a saját csapatunkat fogjuk megajándékozni, tehát azokat a gyerekeket és a felkészítő pedagógust, aki őket erre a versenyre trenírozta, természetesen az önkormányzat szeretné majd megajándékozni. Hát akkor drukkoltak is a helyieknek.
Hát ez csak, csak természetes, hogy a helyieknek drukkolunk. Ezt hogy találtad ki ezt a kérdést? Annál is inkább, mert a csapatban van két olyan gyerek, ezt el kell, hogy mondjam. Tegnap a Kollár Csillával voltak versenyen, és magasan elsők lettek. Úgyhogy reméljük, hogy folytatják ezt a tegnapi jó szereplést itt is. Igen, az igazgatóasszony éppen az előbb mondta nekem, hogy tegnap valamiféle környezetvédelemmel kapcsolatos versenyen vettek részt Dabason a Kossuth Zsuzsában, ugye? És ma torony magasan megnyerték a versenyt. Hetedikes gyerekek. Nagyon boldog vagyok, és egyrészt azért, mert igazolva látom azt, hogy nagyszerű pedagógusok készítik fel őket ezekre a megmérettetésekre, és azért is, mert hogy a gyerekállományunk is olyan, hogy azért lehet minden versenyre, minden megmérettetésre, legyen az kazinci verseny, legyen az környezetvédelmi verseny, legyen az katasztrófavédelmi verseny, sportverseny, bocsánat, mindenre vannak olyan jelentkezők és olyan jelöltek, akik méltóképpen tudják az iskolát és a települést képviselni. Akkor nincs más dolga, mint hogy megköszönöm a beszélgetést neked. Nagyon szívesen, és akkor ti is drukkoljatok a Hernádiaknak. Köszi! Ami nagyobb, hogy megfordul. Magas hőmérséklet. Példa. Figyeljetek, amikor mennek ilyen fekete tartálykocsik, általában a rendszáma, azok a mindegyikkel van egy tárgyal. Kicsit recepes volt. Sor között úgy is kell szaladni, azt megkerülve jobbról bejönni a kis házba, és háznál az első és második rút között átbújni, a piros spirált megkerülni, átbújni a szalagok alatt, végigfutni, és a sávon kijelölve végigkúszni. A csapat ott bevárja egymást, és együtt futok be a célba. Jó? Gyertek! Akkor rajta! Amikor az oszlopon úgy van, lehet menni. Ujját, középen. Ügyesen. Menj át alatta. Még egyszer, úgy van. Egy teljes fordulatot kérek. Ott kúszás, húzd le fejed, húzd le popsid. Aki hozzáér a szalaghoz, az pont levonás sajnos. Nagyon ügyesek vagytok. Lábadra vigyázz, légy szíves. Ügyesen. Várd be a többieket, és együtt futtok be a célba. Futás! Köszöntöm Gere Imre, ezredes urat, a katasztrófa védelem monori kirendeltségnek a vezetőjét. Remélem, jól mondtam. Jól, igen, jól tetszett mondani. Az a első kérdésem, hogy ez a katasztrófa védelmi verseny hány éve indult el? Tehát hanyadik ez már? Ez már immár hagyományá váló hosszú évek óta gyakorlatban ez megvalósul. Egy felmenő rendszerű verseny, ami úgy néz ki, hogy ugye kezdődik kint helyi szinten, és akkor utána megy megyei szintre, illetve országos szintre. Uh-huh. És mikor indult ez a versenysorozat? Hát, talán már olyan régen, hogy nagyon meg se tudom ezt mondani. Ez már ennek több éves múltra tekint vissza, ez már talán 10 éve is megvan, és azóta ez működik. Ahogy itt néztem, a gyerekeket vannak kisebbek, vannak nagyobbak, és vannak egész nagyok. Ez a korcsoportokat jelenti, azokat mondja el, legyen szíves. Két korcsoportban van egy általános iskolai korcsoport, illetve van egy szakközépiskolai korcsoport, tehát ez a két csoport a választó. Viszont vannak olyan indulók, aki a középiskolai keretén belül indul, de ugyanakkor van Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, vagy a Gyáli Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a tagjai. Azok is az iskolások a versenyeznek?
de ő ugyanúgy általán, vagy középiskolába járnak, és azon keresztül, csak ő ott is tagok, tehát így azért látni nagyobbakat, de ők középiskolások. Középiskolások. Viszont láttam egy csapatot, azok 5.-6.-osoknál nem többek, és egész jól felveszik a versenyt a nagyobbak, ők nem kapnak külön díjazást. Nem, ugyanabban a saját korcsoportjukban vannak díjazva, de egyébként kiemelném itt a gombai csapatot, aki az elmúlt évben már kétszer vagy háromszor volt fenn megyei bajnokságon, és ott is elég jó helyezést értek el. Uh-huh. Ez a ugye négy járás tartozik a monori kirendeltséghez, ha jól tudom. Mi volt eddig a legjobb eredményünk? A legjobb eredményünk a gombai csapatnak volt egy országos harmadik helyezés. Uh-huh. Tehát ez volt a legjobb, amit el tudtunk érni. Ez úgy gondolom, hogy azért a járás területére egy szép példa. Igen. A mostani verseny után mi a tapasztalata? Illetve, hogy látja a versenyt, mi a tapasztalata? Lesz valami kiugró eredmény? Bízom benne, hogy igen. Én kicsit elfogult vagyok ebben, mert gombai csapatot fűzem abban, hogy jó lenne, hogyha elérnék az eredményt, mert tavaly ugye a vándorkupát elhozták a megyéről, ha egymás után 300 vándorkupának a tulajdonosai tudnának lenni, akkor náluk maradna ez a kupa. Uh-huh. Tehát én azért sarkalom őket, vagy szeretném, bár ez ugye elfogultság nélkül bárki lesz itt az első helyezett. Ugye mindkét korcsoportból az első és a második helyezés megy fel a megyei versenyre. A felkészülésről, hogy oldják meg a csapatok, tehát az iskolák, ugye mert iskolánként négy versenyző van, hogy tudnak segíteni ebbe az iskoláknak, vagy az iskoláknak maguknak kell ezt megoldani? Nem, mindenképpen segítünk ebbe az iskoláknak. Gyakorlatilag évelején kiírásra kerül a verseny, amikor meghatározunk, hogy mikor lesz az időpontja. Onnantól kezdve minden iskola, a területünkön lévő iskolák kapnak egy ilyen tájékoztató levelet, illetve megkapják magát a versenynek a kiírását, ahhoz kapnak egy nevezési lapot, és onnantól kezdve van egy kapcsolattartó, bármelyik hivatásos tűzoltóparancsnokságunkra be tudnak jönni felkészülni. Itt ugye a négy járás az két hivatásos tűzoltóparancsnokságot érint, úgy a Dabas hivatásos tűzoltóparancsnokság, mint a Monor, két-két járással, és ennek megfelelően aki szeretne, az be tud jönni a Dabasi hivatásos tűzoltóparancsnokságra felkészülési idő alatt bármikor, amikor az idejük engedik, és akkor ott mindenben segítséget tudunk nekik nyújtani. És arra nem gondoltak még, hogy az iskolákhoz menjenek ki, mert az iskoláknak biztos, hogy könnyebb lenne, meg hatásosabb is szerintem. Valószínű, csak az a baj, hogy nagyon sok ember igényelne, és a maga nekünk a hatáskörünk nem engedi meg, hogy minden iskolát személyesen meg tudjunk keresni. Bármely, ha kapunk ilyen felkérést, volt nemrégiben a monori területen iskolának katasztrofavédelmi napja, ott akár gépjármű fecskendővel, akár az embereinkkel tájékoztató jelleggel, illetve a versenyés részvétellel megjelenünk, és ott megadjuk. De nyilván ugye a település a négy járásnak a területén nagyon sok iskola van, tehát mindenhol személyesen nem tudunk kimenni. Akkor azt kérdezem, még meg vége lesz a versenynek, lesz eredményhirdetés, milyen díjakat kapnak az iskolák? Maga a díjazás az úgy néz ki, hogy az első három az serleget és érmet és oklevelet kap, azonban minden résztvevőnek úgy gondoltuk, hogy legyen egy emléke, tehát oklevélben mindenki, aki a versenyen részt vesz, az oklevelet fog kapni, de a díjazás az első három helyezésért jár. Azon kívül maga a szervezésnél felkértük a településeknek a polgármestereit, hogy egy-egy kis szelény ajándékkal járuljon ahhoz hozzá, hogy minden résztvevő csapat kapjon valami ajándékot. Hát jól tudom, a Hernádi kitűzött ajánlottak föl, tehát már meg is van katasztrófa férdelem felírással, illetve a Hernád 2016. Hát nagyon örülünk, hogy itt a mi iskolánkban rendezték meg, és ehhez mi is hozzájárultunk. Az idő ugyan nem a legjobb, de szerintem nem is rossz, mert nem tűz a nap, ugye? Melyik az ideális idő? Talán ez a legjobb idő, mert ha nagyon meleg lenne, az sem lenne jó. Viszont én a lehetőséget köszönöm polgármester asszonynak, hogy lehetővé tette számunkra ezt. Én három és fél évvel látok el itt vezetői beosztást. Uh-huh. Ezt én találtam ki egy ilyen roadshow jelleggel, hogy ne egy mindenhol, vagy mindig egy helyre kelljen menni mindenkinek, hanem mindig megyünk körbe-körbe, megkeressük, bár nagyon nyitottak el a polgármesterek, hál' Istennek, és mindig más-más helyszínen tudjuk ezt megrendezni. Melyik lesz a jövő évi helyszín, lehet már tudni? Hát az még most kiforróban van. Igazából én várom azokat a felajánlásokat polgármester uraktól, hölgyektől, hogy megtegyék ezt. Amennyiben nem, akkor fogunk egy olyan másik település mi találni, és meg fogjuk keresni az ottani vezetőt, és akkor meg fogjuk vele beszélni. De olyan is lehet, nem, hogy egy helyre többször mennek? Természetesen, hogy lehet, hogy ne. De csak a mozgás miatt, a közlekedés miatt nem jó ez így, hogy ne ugyan a legtávolabbi csapat mindig a legtávolabbi helyre menjen, hanem próbáljuk egymáshoz közelíteni ezt a helyszínt, ez csak azért van. De természetesen ez nem kizárt, hogy ugyanúgy legyen még egyszer.
Bár én úgy gondolom, hogy azért valami terhet ró ez a településre, hogy azért ennyi embert meg kell érkeztetniük, ebben ugye van némi anyagi vonzat, és azért nem biztos, hogy hálás dolog az, hogy egy évben vagy két-három évben egymás után ugyanazon a településen csinálni. Meg az iskoláknak is, mert ahogy én az enyémeket ismerem, több mint 400 gyerek van, és most nem jöhetnek ki az udvarra. Úgyhogy ez nem egy jó dolog nekik, de ki fogják bírni. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó munkát, és jó sikert a további versenyeken kívánok. Köszönöm szépen, és akkor hajrá, Hernát! Ezt köszönjük! Feladatok a következő lesz. 808 perc alatt meg kellene töltenetek 15 darab homokzsákot. Rátok nézve azt mondom, hogy 2, maximum 3 lapát homokkal. Majd a megtöltött homokzsákokból egy nyúlgátat építve, semmiféle kitámasztás, semmi nem kell, csak maga a kétsoros nyúlgát. A feltételezett folyó mellé, ennek a folyás irányát látjátok a kerítéssel jelölve. Jó, az, hogy hogy osszátok be egymásnak a feladatot, hogy osszátok szét, ki lesz a főnök, ki döntitek el. Minden egyes megtöltött és helyesen kihelyezett zsák után kaptok egy-egy pontot. Ha a végén sikerül nagyjából hasonló állapotra hozni a helyet, arra kaptok 5 pontot. Ha 8 percben nem fértek bele, azért pontlevonás jár. Ha rosszul raktátok ki a homokzsákot, azért szintén pontlevonás jár. Jó, figyeljetek oda arra, hogy a gátkészítésnél szabályosan rakjátok le a zsákot, a folyás irányt vegyétek figyelembe, és kötés legyen, és tömör legyen, és jó legyen. Jó? Szóljatok, hogyha kezdhetünk. Hány zsák van? Az a szerintem még jönnek. Mi van? Köszöntöm az iskolánkba, megkérném, mutatkozom be. Jó napot kívánok, én Béres Károly tűzoltó százados vagyok, a Monori Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnok helyettese. Nagyszerű. A hanyadik, tizedik akadálynál állunk. Mi is? Miből is áll ez az akadály? Itt igazából a diákoknak, tanulóknak egy úgymond vízvédelmi feladatuk van. Egy nyúlgátat kell építeniük 15 homokzsák segítségével. Ehhez a mögöttünk látható homokot veszik igénybe. Azt nézzük a feladat teljesítésénél, hogy mennyire szakszerűen végzik ezt a dolgot, mennyire jól töltik a zsák, mennyire egységesek a zsákoknak a töltetei, hogy rakják le, mennyire van kötésben, mennyire van tömörítve, illetve hogy maguk után milyen rendet hagynak, és ez alapján alakul ki a maximum 20 pont ezen az állomáson. És az eddigi iskolák hogy teljesítettek? Azt kell, hogy mondjam, hogy ügyesek a fiatalok, bennük van minden reményünk. Igazából 16 pont alatt még nem adtam senkinek az elérhető 20-ból. Tehát... És az jó? Jó átlag a 16? Nagyon jó, szerintem nagyon jó, ügyesek. Akkor így általánosságban kérdezem, most már azért, hogy körülbelül látja, hogy az iskola hogy tett ki magáért a rendezésnél. Mennyiben segítette önöket, ugye, mert azért a főmunkát, a katasztrófa védelemét. A helyszín az nagyon szép. Nagyon szép az iskola, bár mindenhol ilyen lenne. Szerintem a gyerekek is örülnének neki. Alapvetően ideális a helyszín, én meg vagyok elégedve. Egy évben hányszor szokott lenni ez a verseny? Ez úgy néz ki, hogy minden évben egyszer kerül megrendezésre a kirendeltségi verseny, ugye ez 4 járást érint, holnap lesz a megyei, és a megyei továbbjutók mennek az országosra. És a 4 járásból, ugye mindig 4 járás, ugyanazok a járások szoktak lenni? Monor kirendeltséghez tartozik, igen. 4 járás, Dabas, Gyál, Monor és Vecsés. Ugye itt az iskolák között, tűzoltóegyesületek között van meghirdetve ez a verseny. Idén 23 csapattal bonyolítjuk a versenyt, talán ennyi csapat még soha nem volt. Úgy tudom, hogy a megyei versenyre is 20 csapat jut be. Tehát effektíve ez most egy nagyobb létszámú verseny, mint a holnap megrendezésre kerülő megyei. Hát nagyszerű, köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok. Nagyon szívesen, és köszönöm szépen. Kész vagytok? Nagyszerű, 5 perc alatt megvoltatok az egészen. Sikeresen teljesítettek a feladatot, sőt, még 16 zsákot töltöttek meg, mert mint mondtam, 16 zsák van ott, mindent megtöltöttétek, feleslegesen az utolsót, nem jár érte plusz pont. Viszont, amikor leraktátok a zsákokat, a fiúknak a töltési
procedúrájából adódóan a zsákok nem voltak egyformák. Ezért, bár nagyon ügyesen raktad, de mégis az átfedésnél a zsákoknál ott némi csúszás volt tapasztalható. Az lenne a kérdésem legközelebb, ennyire ne kapkodjatok, mert felesleges ügyesek vagytok, nagyon jól ment az összhang, téged külön megdicsérlek, nagyon ügyes voltál, de viszont emiatt az elcsúszás miatt azért mindenképpen kell levonnom pontot, illetve még egy apróság, amikor kész van a gát és azt mondjuk, hogy na kész van és végeztünk, akkor utána ugye ezt még tömöríteni kellene, akkor mit szoktunk csinálni? Feltapogatni. Felmászunk le és külön megyünk rajta, igaz? Hát ez elmaradt, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért, mert elcsúszás volt a zsákoknál, illetve mivel hogy a végén a tömörítés elmaradt, ezért 2 pontot levonnunk, jó? És akkor 18 pontot kaptuk erre a meleg van, másikban is, ez meg még izzad is. Na, kapsz levegőt? Na gyerünk, fogni egymás vállát, hátát, mindegy. Oké, egyenesen. 3 tárgy lesz a pályán, mind a 3-at össze kell szedni, egy embernél egy tárgy legyen, ha nem veszitek fel, -1 pont. Egyenesen, guggolj le másért, csak te, vedd fel, ami előtted van. Oké, egyenesen állj, guggolj le, húzd le a fejed, 4 kézlábra, mindenki, és másszer, kicsit lejjebb a hátad, lejjebb, állj, állj, és a torna ujj. Jobbra, vigyázz, kicsit lejjebb, és jobbra még. Oké, előre. Várjál, várjál. Úgy, jó. Okay, az elsőt irányítsd, a többi az megy utána. Oké, Balázs lányom, állj. Balázs, te mehetsz. Máté, állj. Akkor gyere balra. Igen, úgy. Gyere, még 20. Okay. Bal, jobb, bal, okay, jobb, Máté, bal, állj. Jobb. Balázs lányom, lányom, és mehetsz előre. Lejjebb emesen. Oké, és mehet. Jó, mehet. Úgy jó, ügyesek vagytok, mehet. Gyerünk, ez de az. Állj, és balra egy kicsit. Igen, és előre. Oké, mehet, emet lejjebb, Balázs lejjebb, mehet. Nem vedd fel, nem váltik fel. Felveheti, csak adja hátra. Jó, oké. Mehet egyenesen, Balázs lejjebb. A mese lejjebb. Mehet. Ez az, mászhatok tempósan. Állj, okay, kicsit jobbra. Van kirakom, jó? Jó, már följött a jó hát. Állj, Máté. Most. Most Máté, mindenki lépjen egy kicsit jobbra, igen. Oké, emesse fogd meg a Balázsára, előtte. Egyenesen, állj Máté, jobbra, 45 fokot. Oké, mehet egyenesen. Oké, mehet. Állj, jobbra 45 fok. Oké, mehet, állj. Egy kicsi lépés balra. Oké, és előre. Végig? Jó, gyorsan. Igen, levenni az állat. Ez legjobb. Nagyon ügyes voltál. Nagyon jó. Ez azt mondták, hogy ez volt a legjobb. Azt mondták, hogy ez volt a legjobb. És nem látták a sütikbe egy csomó fényt. Hú, messziről jössz. No. Nagyon ügyes. 8-asok. Mert az a feladat. A csapat egy tagjának. Tárgyat el kell mutogatni. Ki kell találni, és erre van 8 perc. Ki lesz a mutogató? Nem egy ördöngös. Elnézze. Helikopter. Helikopter.
csinálj? Mentő helikopter. Az. Igen. 8 perc van rá. Menjünk végre. Fél perc. 8 perc a tonnal? Ja, hogy... Ja, hogy... Csak erre az egyre. Ez azért fontos, mert ha ezt nem találjátok ki, akkor ez kizárással jár a versenyből. De nem, kik voltatok. Hát az általános iskolánk, a Ernádi általános iskola csapata. Neveket gyorsan. Takács Adél. Vanák Barbara. Orbán Bence. Rakoncai Bence. És azt még hozzáteszem, hogy a leázók a 8. A-ból, a fiúk pedig a 7. B-ből van. Azt kérdezem most tőletek legelőször, hogy hány állomás volt meg eddig? Hát olyan 12 állomás van. Összesen? Igen, 12 állomás van. És melyiken van, illetve melyik van még vissza, vagy vissza van még egyáltalán valamelyik? Igen, egy darab még vissza van. Az akadálypályás. Akadálypályás. Azt mondjátok meg nekem, melyik volt a legnehezebb? Én szerintem a legnehezebb az eddig a a hordágy volt, mert ott számítottunk a nagyon sok hibát csináltunk. Mert amikor például vittük a sérő szemétet, akkor futottunk, meg nem kötöttük le rendesen, rosszul kötöttük. Le is esett? Nem esett le, de... Az volt a szerencsét. Igen, az volt a szerencsém. Csak ott rossz dolgokat csináltunk sajnos. Uh-huh. Melyik volt a legkönnyebb pálya? Az első segély. Első segély. Igen. Miért? Mert arra nagyon sokat gyakoroltunk, és voltunk órákon is. És a Bence első segélyből vizsgázott. Mikor? Hát a múlt hónapban. És tegnap mit csináltál? Tegnap biológia versenyen voltunk a Bencével együtt. Igen. És ott mit csináltatok? Hát a közmondásokat kellett igazából gyakorolni, állatneveket, állathangokat kellett felismernünk. Mondjuk én a végeredményre lenni. Ja, végeredmény, hát 100-ból 100 pontot értünk el első helyzetként. Ez nem semmi. Volt még veletek valaki, vagy csak ketten voltatok? Volt velünk a 7. A-ból a Seiber Dániel. Seiber Dániel. És akkor most ezt a versenyt megnyertétek, utána mi lesz? Tovább kerültök? Hát nem megyünk sehova másba, ez ilyen mondjuk úgy, hogy házi verseny volt ott a Dabasi suliban. Hát nem házi, akkor járási legalábbis. Hány iskola volt szerintetek? Megnéztétek? 11 vagy 12 iskola. Hát akkor az minimum járási verseny, tehát akkor is az nagyon jó. Na, akkor térjünk vissza a katasztrófavédelem versenyére. Milyen felkészítésbe vettetek részt? Hogy készültetek erre a versenyre? Voltunk egészségügyi órákon is, első segélynyújtás órán is voltunk. És más? Kaptunk nagyon sok anyagot, lapokat, és arról is tanultunk. Uh-huh. És ezeket a fizikai, tehát a gyakorlati dolgokat, ezt hogy birkóztatok meg? Hát én sajnos nem tudtam menni, de társaim voltak a Dabasi tűzoltóságon. Ott még ilyen gyakorlati és elméleti ismereket kaptunk. Aha. Ott milyen gyakorlatokat csináltatok? A gyakorlatokat azt mutattam meg nekünk, hogy a tömlőt hogyan kell fel összeéleszteni a tűzoltóautóval, és még hogy hogyan kell összetekerni, hogyan kell a osztót rácsatlakoztatni a tömlőre, ilyeneket mutattak uh-huh. nekünk. És ugye egészében hogy érzitek, hogy milyen helyen lesztek? Hogy sikerül ez a verseny? Mert ugye most már csak egy van vissza. Na? Szerintem nagyon jól sikerült. Sok pontot veszettünk az akadálypályán, ott 5 pontot veszítettünk, de szerintem nagyon jók vagyunk. Jó, hát a pontjaitokat én is néztem, az a 16 pont, az nem a legjobb, de a többi az jó, igaz? Hát akkor rajta gyerekek az utolsóra, és nagyon ügyesek legyetek. Jó, köszöntöm Kecskeméti Anita tűzoltó alezredest. Ahogy itt láttam, a szervezésnek a főnöke. Mondan erről egy pár szót. Így van, így van. Pontosan ugye én kaptam azt a megtisztelt feladatot, hogy megszervezzem ezt az idei katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt. Hát ahogy már látják, ugye 23 csapat verseny ez a versenypályán. Bizony nem volt egyszerű összekoordinálni ezt a gyakorlatilag 92 gyereket, mert csapatonként 4 fővel indulnak, de úgy látom, hogy mindenki nagyon élvezi és nagyon gördülékenyen mozog a verseny. Végig jártam már az állomásokat, a gyerekek kellően elfáradtak, de nagyon élvezik, úgyhogy bízom benne, hogy ez a végére is így sikerül majd. Igen, ezt néztük mi is, mert mentünk az állomásokon velük.
Mivel járt ez az egész szervezés? Mert azért ez nem egy napos munka volt, gondolom. Így igaz, ez valóban, ez gyakorlatilag mondhatom, hogy akár több hónapot is felölelt. Ugye elsősorban kitaláltuk, hogy milyen állomást adjunk a gyerekeknek. Igyekeztünk minél jobban gyakorlati állomásokat kitalálni, hiszen ugye én is azt vallom, hogy amit megcsináltam, azt meg is tudom tanulni. És illetve ugye kezdődött azzal már, hogy a pedagógusokat felkészítettük, ugye az ő tanáraikat, hogy mégis milyen feladatok lesznek, és a gyerekekkel ők már foglalkoztak gyakorlatilag február óta, illetve mi is lehetőséget biztosítottuk, hogy a tűzoltóságon gyakoroljanak, a gépjárműfecskendőkön és egyéb olyan tűzoltószereken, ami nyilván az iskoláknak nem áll rendelkezésre. Igen, ezt mondták a gyerekek. Most, hogy mondta, hogy végigjárta az állomásokat, mi a benyomásra, hogy vannak felkészítve a gyerekek, hogy készítették fel őket? Hát kiválóan, mondhatom azt, hogy mindegyiket kivétel nélkül örömmel fogadnánk ilyen ifjúsági tűzoltónak, mert nagyon ügyesek a gyerekek, mind az egészségügyi állomás, mind pedig veszélyes anyag a tűzoltállomás, a mentesítőn nagyon jól szerepelnek, akár a kicsiket nézem, akár a nagyokat, hogy nagyon büszke vagyok személy szerint minden egyes felkészítőre, és természetesen a gyerekekre is. Az előbb ilyet említett, hogy ifjúsági tűzoltók. Ez mit is jelent? Hát vannak már olyan települések, ahol egy önkéntes tűzoltó egyesületek vannak, és ott azoknak vannak ifjúsági tagozatai, a versenyzők között is szép számmal vannak már. Úgyhogy ha valaki esetleg kedvet kap ezek után valamilyen ilyen szervezetbe belépni, és ha van a településéhez tartozó egy ilyen szervezet, akkor ezt érdemes megkeresni, és ott mélyebben is foglalkozhatnak ezzel a témával. És ezt hol tudják megkeresni a gyerekek? Illetve én még azt kérdezném, hogy honnan tudhatnak egyáltalán erről, mert most mi beszélgetünk, tehát aki a tévét meg fogja nézni, azt tudni fogja. De az iskola nagy része nem tudja például nálunk. Így van, hát a katasztrófavédelemnek van egy honlapja, www.katasztrófavédelem.hu, ott ugye egy csomó információ fönn van ugye a szervezetünkről, és ott megtalálhatóak ezek az önkéntes egyesületek. Viszonylag kevés számmal vannak, de talán a mondhatni a körzetbe azért már Gyömrőn, Üllőn azért most már vannak ezek, illetve Nyáregyházán még megtalálhatóak. Itt a Dabasi térségen ugyan még nincsen, de bízunk benne, hogy lassan itt is alakulgatni fognak, illetve Gyálon van egy úgynevezett faluvédő egyesület, akik itt messzebb vannak, de ők is azért még foglalkoznak ilyen témával is. Azért csak forszírozom ez egy kicsit tovább, mert ugye a gyerek nem úgy kell fel, hogy kipattan az agyából, hogy én most megnézem a katasztrófavédelemnek a honlapját, valahonnan mégiscsak kéne tudni, tehát valami szórólappal, vagy én nem is tudom mivel, hogy az iskolákban ilyen kimenne, mert biztos vagyok benne, hogy a gyerekek ilyenbe belemennének, ez biztos. Igen, egyébként ugye maga ugye a verseny ugye arra hivatott, hogy kicsikét fölhívni erre a témára a figyelmet, és mi minden évben egy ilyen felhívást, egy versenyfelhívást kiküldünk az iskolák felé, amiben ők tudják, hogy van egy ilyen katasztrófavédelmi verseny, és ott ugye megjelöljük a honlapot, hogy hol tudnak ezzel kapcsolatban tájékozódni, és akár ezen az úton el is indulhatnak afelé, hogy akár egy ilyen kezdő tűzoltónak elmehessenek. Gondolom az eredményhirdetésnél felhívja erre a figyelmüket, ugye? Hogyne, természetesen így van. Egyébként magán az eredményhirdetéskor is már ugye van egy ilyen, főleg a középiskolásokat érintőleg. Ugye Budapesten a Grupa Marénában lesz majd egy nagy ilyen csoportos kiürítés, és oda már a középiskolásokat akár várják is sok szeretettel. Akkor most egy kis ilyen szakmai áttekintést van, ugye a katasztrófa védelem. De látok itt tűzoltót is. Hogy van ennek a felépítése, mert ugye itt mindenfélét összevontak valamikor. Így van, pontosan, ugye egészen pontosan 2012 április 1-ével ugye a katasztrófa védelem ugye... Akkor ez nem viccből? Nem viccből, pontosan, ugye régebben ugye voltak még ugye a tűzoltók, ugye önkormányzati tűzoltók voltak, és a katasztrófa védelem, mint polgári védelem ugye működött. De 2012 április 1-ével ugye megszületett az új katasztrófa védelmi törvény, és összevonásra kerültek. Ugye úgy néz ki, hogy a katasztrófa védelem alá tartoznak ugye a tűzoltók, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság is, és ezért vagyunk így, hogy vannak tűzoltók is, meg katasztrófavédők, illetve a különböző társszervekkel is szoros az együttműködés, mint az egészségügyi, tehát a mentőkkel, rendőrökkel, tehát ilyen különböző balesetbe beavatkozókkal is. Hát akkor talán most egy kicsit képbe leszünk. Köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok. Én is nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra. Hol van vége a mocsárnak? De miért lépsz el egyre mindig? Ti már emerültetek benne, úgyhogy tök minden. De menjél már tovább, hely! Itt már vége a mocsárnak? Vége, vége, de akkor jó. Te leléphet, csak a többiek vigyék. Meg össze kell szedni. Bence, hozzad kifele. Az anyád úr, hát minek dobjátok olyan messzire? Kész vége. Pontok le vannak. Plusz pont, hát már hát nincs.
Legalább 3-10 volt. A lábakat már nem is nézem már. Köszöntelek benneteket, ugye ti vagytok Örkélyről, a Pálóczi Horváth István mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium. Egy gyors bemutatkozást. Bárány Gábor. Zakar Bence. Simon Norbert. Kis Robert. Hanyatszor vesztek részt ilyen versenyen? Tehát ez konkrétan a katasztrófa védelmi versenyen. Az iskolán keretein belül most vagyunk először egy ilyen rendezvényen, azonban visszamenőleg nekünk az általános iskolából már voltunk ilyen rendezvényeken és versenyeken. Mindannyian? Igen. Hát akkor nektek ez nem új, akkor nagyon jó kell, hogy szerepeljetek, nem? Hát, beleadunk mindent, amit lehet. Egy pár akadályversenyen már túl vagytok. Melyik volt a legkönnyebb? Először kezdjük a legkönnyebbel. Hát tudom, csak te beszél? Legkönnyebb? Hát nem is tudom. Talán a csákjázás. Melyik? A csákjázás. Aha, és melyik a legnehezebb? Hát ez a mocsaras, az elég nehéz volt, de megbirkóztunk vele úgy, ahogy... Veled meg jó kitoltak, mert a végére hagytak, és azt hiszem neked volt a legnehezebb, ugye? Igen, igen. Tudjátok, hogy hány középiskola van itt a versenyen? Nem tudjuk, nem tudjátok. Nem. Hát hányan álltok mellettetek? Jó kérdés. Jó kérdés. Jó. 2-3 talán. Mire számítotok? Hát egy viszonylag szép napot fogtunk ki az elején. Jó időtöltés, meg jó ez a megméretetés, és ugye aztán majd meglátjuk a végén, hogy sikerül. Ti a művelődési házba kezdtetek, ott mi volt? Hú, hát láthattunk egy katonai bemutatót, meg a lőtérre, hogy miért tilos, és mit nem szabad ott bent tenni, ha már véletlenbe keveredik az ember oda. Uh-huh. És mondták azt is, hogyha véletlen valaki esetleg valamilyen katonai pályát szeretne választani, vagy esetleg azon tovább menni, akkor ők ebben tudnak segíteni, és... megadták az elérhetőségeiket, és az szórólapot is kaptunk. Nagyszerű. Azt mondd meg nekem, hogy hogy készültetek föl? Hát igazából elég keveset készültünk a versenyre. Tegnap készültünk rá, az iskolában csináltuk, amit kellett, gyakoroltuk. Megkaptátok azokat a feladatokat, nem, amik a versenyen lesz? Így van, azt olvasgattuk, gyakoroltuk igazából. És az elméletből volt valami? Immelámmal. Nektek volt immelámmal, vagy hogy? Vagy ti csináltátok immelámmal? Hát mi csináltuk immelámmal. Ez nem mindegy. Igazából ennyi. Hát srácok, én csak jó versenyzést kívánok a továbbiakba, és nem mindig vele toljatok ki, hogy a végére hagyjátok. Jó, köszönöm a beszélgetést, sziasztok! Nagyon örülök a pontosságnak, ez kivételes dolg ez, hogy így kettőre mindannyian itt vagytok. Ugye nem baj, hogyha tegeződhetünk az egész napos munka után. Látom a sok kipirult arcot, kicsit koszos ruházatot, de hát ez ezzel jár a verseny. Én mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítette eredményesen a versenypályákat. Látom, kellemesen elfáradtatok, jó lesz majd a pihenés. És azt hiszem, hogy mikor összesítettük a különböző papírokat, illetve a menetleveleket, úgy látom, hogy iszonyatosan szoros pontszámok születtek, úgyhogy mindannyian nagyon kitettetek magatokért, úgyhogy minden egyes versenyzőnek külön szeretnék gratulálni, és hogyha kedvet kaptatok, hogy csatlakozzatok egy hasonló szervezethez, mint a miénk, én bizton állíthatom, hogy mindegyikötök megállná a helyét. Úgyhogy én nem is szaporítanám tovább a szót, hiszen egy nagyon fárasztó nap áll mögöttetek, úgyhogy át is adnám a szót Ezredes úrnak, hogy ő is értékelje egy pár szóban a mai versenyt. Eljött az a pillanat, mikor mindenki arra várt reggel óta szerintem. Én nem leszek hosszú, röviden szeretném értékelni, illetve szeretném mindenkinek megköszönni azt a hozzáállást, amit mai nap mutatott. Ez kinyilvánult abba, ugye, hogy mindenki teli van tanulságokkal teli tudunk hazamenni, illetve ami legfőképpen, hogy mindenki, ahogy éppen ide érkezett reggel, ugyanolyan éppen fog haza tudni érkezni. Ez egy nagy szám. A Ezredes asszony a cégünk PR-ját, vagy a szervezetünk PR-ját elmondta, tehát ugye várunk mindenkit a szervezetbe, aki kedvet érez ez iránt. Én úgy gondolom, hogy aki itt van, per pillanat jelen volt a versenyünkön, valami késztetést érez eleve szervezetünk iránt, amit én mindenképpen köszönök. Mindenképpen köszönöm azoknak a felkészítő tanároknak a munkáját, aki ide juttatott benneteket, hogy ezen a versenyen részt tudjatok venni, illetve mindenképpen köszönöm
minden településnek, ahonnan csapat érkezett, a polgármesterének azt a támogatást, amit nyújtott, de legfőképpen polgármesterasszonynak köszönöm azt a lehetőséget, amit lehetővé tette azt, hogy a mai napon ez a verseny ezen a helyszínen meg tudott valósulni. Én kérem Anitát, hogy polgármesterasszonyt ide hívnám, hogy ő is mondjon egy pár szót magával az eseménnyel kapcsolatosan. Megkérem Anitát, hogy hozza ide polgármesterasszony ajándéket, és akkor kérem ide polgármesterasszonyt. Kedves fiúk és lányok, reggel is itt voltam, amikor a verseny elindult, és ahhoz képest én is nagyon fáradtnak látlak mindannyiótokat, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon sok megpróbáltatáson estetek túl a mai napon, sok állomást teljesítettetek, és remélem, hogy eredményes volt, és sokat tanultatok ezen a mai napon. Ezredes úr azt mondta, hogy megköszöni, hogy helyet adtunk ennek a rendezvénynek. Én szeretném ezt azzal korrigálni, hogy Hernád Nagyközség önkormányzata nevében én köszönöm azt, hogy ez a verseny itt került megrendezésre Hernádon, hiszen mi még ilyen versenyt nem rendeztünk soha, és egy érdekes színfoltja volt ez mind a falu, mind pedig az iskola életének ez a katasztrófavédelmi verseny a mai napon. Hálás voltam akkor, amikor megkeresett engem azzal a talezredes asszony, Magyar Fini Kecskeméti Anita alezredes asszony, és ő elmondta nekem, hogy itt lesz ez a verseny, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok, legyenek azok egészen kicsi gyerekek, vagy középiskolások, és az általános iskolások is megismerkedjenek azokkal a nagyon fontos teendőkkel, amellyel mindenki tartozik a többi ember felé, tehát hogyha valamiféle bajba kerül bárki a környezetetekben, akkor tudjátok, hogy mi az, amit meg kell tennetek, mi az, amivel a katasztrófavédelem munkáját segíteni tudjátok, akár már ti is ennyi idős korban, vagy később, ha majd felnőttök, és a saját munkahelyeteken kell helytállnotok. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer ezredes úrnak és alezredes asszonynak, hogy ez a verseny itt volt Hernádon, és bízom benne, hogy elégedettek voltatok mindannyian a megrendezés körülményeivel. Köszönöm a katasztrófavédelem munkatársainak a megrendezéshez nyújtott munkájukat, hiszen sok munka volt abban, hogy ez a mai program így álljon össze, illetve megköszönöm a saját kollégáimnak is a segítséget, azoknak, akik segítettek előkészíteni a helyszínt, vagy akár az ebédet, illetve azokat a körülményeket megteremtették, amellyel a verseny zökkenőmentesen lebonyolítható volt. Remélem, hogy az eredményhirdetésnél majd az eredmény derül ki, vagy azt az eredményt értétek el, amire számítottatok. Még én se tudom, hogy ki lett ennek a mai megmérettetésnek a győztese, de bárki lett is, amellett, hogy természetesen neki gratulálunk, mindannyiótoknak gratulálok azért, hogy ma itt voltatok, és teljesítettétek azokat a feladatokat, amelyeket a katasztrófavédelem munkatársai nektek előkészítettek. Köszönöm szépen, és remélem, hogy másik években, más településeken újra fogunk majd találkozni. Köszönjük szépen polgármester asszony szavait, és hát nagyon szépen köszönjük mi is, hogy itt tarthattuk ezt a versenyt. Az időjárás kegyes volt hozzánk. Kicsit aggódtam a nap elején, hogy mi fog ebből kisülni, de hála Istennek minden rendben volt. Én azt hiszem, hogy nem is szaporítanám tovább a szót, térjünk át az eredményhirdetés lényegi részére, magukra az eredményekre. Azt ugye mindenki tudja, hogy nagyon nagy számú csapat volt, összesen 23 csapat, ugye két korosztályba. Én most az elsősorban az általános iskolásokkal kezdeném. Mint mondtam, a pontszámok nagyon-nagyon szorosak lettek, ahol pont egyezőség van ott az elméleti állomáson, amelyik csapat több pontot kapott, az döntötte el az eredményt. Akkor mondanám az eredményeket, és akkor egybe természetesen felkérném a településekről érkező polgármestereket, illetve alpolgármestereket és képviselőket, hogy majd a csapatok csapataiknak adják át az ajándékokat. Tehát általános iskola
korosztályban 17. helyezést ért el, Árpád Fejedelem Általános Iskola Üllő. Gratulálunk! Köszönöm szépen! Ez az, határozottan. Jó, értem. Nem, ők a kicsik, ők 17-dik. Ők a 17-dik. Ők 17-dik. 16. helyezett, szintén általános iskolás korcsoportban a Felsőpakonyi Herman Otto Általános Iskola Felsőpakony. Megkérném az önkormányzat képviselőit, hogy adja át az ajándékot. Ötödik helyezést ért el Hernád Pusztavacs Általános Iskola Hernád csapata. Megkérem polgármester asszonyt, hogy adja át az ajándékot a csapatnak. Természetesen a felkészítő pedagógus is megérdemli a díjat, hiszen sok munkája van benne. 14. helyezést ért el a Maglódi Vermesi Péter Általános Iskola és Művészeti Iskola Maglód. Harmadik helyezést ért el a pedagógus szakszervezet Jászai Márk Mari Általános Iskola Monorról. Tanár úr előtt az ajándékot, egy az önye is belőle. 12. helyezést ért el a Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Középiskola Bugyi. Somogyi Béla polgármester úr a mai napon tiszteletét tette, csak sajnos egyéb elfoglaltságai miatt el kellett neki mennie, úgyhogy a csapat számára ezredes úr, a kirendeltségvezető úr adja át a díjakat. Kérem a csapatot, illetve a felkészítő pedagógust, hogy fáradjon ki. Már itt is van a hátam mögött. Kiváló! Tizenegyedik helyezést ért el a Csurgai Franciska Általános Iskola Táborfalva csapata. Gratulálunk! És felkérem Tóth Bertalan polgármester urat az ajándékok átadására. Tizedik helyezést ért el a Fegy Tűzoltó Egyesület ifjúsági tagozatjáról. És akkor az ajándékok átadására felkérem Gyál polgármesteri hivatalának képviselőit. Köszönöm. Amiről építkezünk fel, tehát csigázzuk a dolgokat. Kilencedik helyezést ért el a Bonori Erdei Fekete István Általános Iskola Bonori Erdő. Felkérem Bonori Erdő polgármesterét a díjak átadására. Még nem ott tartunk, még 8. De pörgetjük, gyorsan csak. 8. helyezést ért el a Jászai Mari Általános Iskola Monor csapata. Gratulálunk!
hetedik helyezést ért el a Gyáli Ady Endre Általános Iskola Gyál csapata. Gratulálunk! És felkérem természetesen Gyál képviselőjét, hogy adja át az ajándékot. Hatodik helyezést ért el a Balla Károly Általános Iskola Csév Harasz csapata. Felkérem Mocsári Balázs polgármester urat a díjak átadására. A felkészítő pedagógus tanárnénit is kérem szépen kipáradni. Ötödik helyezést ért el a Becsési Halmi Telepi Általános Iskola Becsésről. Megkérem Becsés alpolgármesterét az ajándékok átadására. Negyedik helyezést ért el az Új Lengyeli Általános Iskola Új Lengyel csapata, és az ajándékokat kirendeltségvezető úr fogja átadni a csapatnak. El is tehetitek, fiúk, segítsetek Ezedes úrnak, jó? És most már következnek a dobogós helyezettek, amiért azért is izgalmas, mert az első két helyezett rögtön lendületből holnap neki is ugorhat is a szegi megyei döntőnek. De most nézzük, hogy ki az, aki a legkisebb kupát és ezzel együtt a bronzérmet elviszi. Az nem más, mint a Fáy András Református Általános Iskola Gombáról. Gratulálok! Természetes, persze. Nem tudom, de megvan, persze. Második helyezést érte el, és ezáltal készülhet a holnapi megyei döntőre az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület Üllő csapata. Gratulálunk! Azt hiszem, hogy nem titok, hogy az ifjúsági verseny általános iskolás kategóriáját nem más nyerte, mint az ifjúsági jiu-jitsu kör Monori Erdő. Gratulálunk! Köszöntöm a mai verseny
általános iskolások győztesét. Ugye 17 általános iskola vett részt ezen a versenyen. És a 17-ből ti lettetek a legjobbak. Hát először is gratulálok nektek, és egy gyors bemutatkozást, jó? Frank Szabolcs vagyok. Hajnal Lehel vagyok. Badacsonyi Lóránt. Zsolnai Krisztián. És a felkészítő tanár. Füzesi Péterné. Jó. Na hát akkor azt kérdezném tőle, hogy tőletek, hogy ez hanyadik versenyetek, ami részt vettetek, ha nem is ti, de az iskola. Második. Második. És az iskola? Negyedik. És eddig milyen eredményeket értetek el? Te vertem a második? Első helyezett. Tava itt. Is? Igen. Hát ez így. És az előző két? Van egy ötödik, meg egy nyolcadik helyezett. Nyolcadik. És akkor ezek szerint tavaly már voltatok a megyebajnokság. És ott hányadikak lettetek? Ötödikek. Hát ez nagyszerű eredmény. Azt mondjátok meg nekem, hogy hogy készültök föl erre a versenyre. Más beszél? Jó. Nem tudjuk. Szerinted. Hogy készülsz föl? Hát úgy, mint a területire. Erre most hogy készülsz? Minden nap szinte gyakoroltunk. Tömlőgulítás, csákja, dobás. Azok, amiket itt is csináltatok? Nagyjából. Minden nap? Igen. Meg is lett az eredmény, igaz? Igen. Jó, na most még tőled is kérdezek valamit. Te hányadikos vagy? Én hat. Hatodikos. Ezek szerint jövőre is, meg még utána is fogsz versenyezni, igaz? Igen. Te? Én is hatodikos vagyok. Akkor még jövőre is, igen, csak ott lesztek. Van-e valami kapcsolat önkéntes tűzoltósággal, vagy valamilyen? Annyi kapcsolatunk van, hogy a monori tűzoltóságon dolgozik az egyik tanítványom, és ő szokott nekünk segíteni. Akkor ez sokat jelent, nem a felkészülésbe? Természetesen sokat jelent. Hát akkor nincs más hátra, mint nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek a holnapi megmérettetésre, és szép eredményet érjetek vissza. Jó? És most következzenek a középiskolások, hiszen ők is azért izgatottan várják már az eredményhirdetést. Ott ugye 7 csapat versenyzett, jóval rövidebb lesz ez a lista. 7. helyezést ért el a Ceglédi Szakképzőcentrum Sterényi József Szakközépiskola és Szakiskola Monorról. Gratulálunk! Megkérem a csapat, ja itt is jön már a csapat, csak a végén volt, igen. Ötödik helyezést ért el a Fegy Tűzoltó Egyesület ifjúsági tagozatjáról. Gratulálunk! És felkérném Gyál polgármesteri hivatal képviselőjét, hogy adja át az ajándékokat. Négy van már csak. Jó? Jól láttam én a gombát. Gomba, igen. Negyedik helyezést ért el az ifjúsági Jiu-Jitsu szakkör Monori Erdőről. Gratulálunk! És ismét felkérem Monori Erdő polgármesterét az a díjak átadására. És most már pillanatok alatt a dobogóhoz értünk, és így a kupákhoz, illetve a érmekhez. 3. helyezést ért el a Pálóczi Horváth István mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium Örkényről. Gratulálok!
és aki képviselheti magát a megyei döntőn holnap is a Szegen középiskolás korcsoportban, tehát a második helyezett lett az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület Üllő. Gratulálunk! Meg volt cserélni. Nem baj. Fordítva fogtam meg. Megoldják. Megoldják. Gyerekek, adom. Ők a másodikok? Igen. Azt hiszem, köszönöm szépen, gratulálok, és nem árulok el most már nagy titkot, kinek, ki még, aki nem kapott érmet. Első helyezést érte el, és ezáltal középiskolás kategóriában képviselheti magát a Gombai Polgárőr Egyesület Grombáról. Gratulálunk! Akkor köszöntöm a mai verseny középiskolás korcsoportjának a bajnok csapatát. Mi a pontos nevetek, a teljes nevetek? Nem iskolában vagyunk, hanem szervezettől vagyunk, egy polgárőrségtől vagyunk, nem iskolától. Tehát akkor különböző iskolába jártok? Mi hárman egy iskolába járunk, és a Máté külön iskolába jár. Akkor ezen a versenyen így is lehet indulni, hogy nem iskola csapata? Igen, iskolák indulhatnak, és civil szervezetek. És akkor ti civil szervezetek vagytok, jó. Akkor azért egy gyors bemutatkozást, jó? Molnár Máté. Kádár Kata. Lehota Eszter. Lehota Vilmos. Lehotáné Palaticki Krisztina. Akkor itt van valami családi összefonódás, és igen. Akkor az lenne a következő kérdésem, hogy hogy jött létre ez a civil szervezet? Hát a civil szervezet létrejöttéről nem tudok beszélni, mert ez Gombán alakult. Mi csak megkértük őket, mikor már nagyon sok sikert elértünk, hiszen van, aki már itt 6 éve részt vesz katasztrófavédelmi versenyen. És akkor megkértük a polgárőrséget, hogy az ő színeiben folytatnánk a versenyzést, ha van erre lehetőség. És ők nagyon szívesen mellénk álltak, csatlakoztak hozzánk, segítik nekünk a felkészülésünket. Most is a polgárőrség egyik tagja elkísért ide bennünket. És mondom, már 5, van, aki már 6 éve versenyzik. És csak ezen a fajta versenyen, vagy más versenyen is vesztek részt? Hát csak ilyesfajta versenyeken, de volt, hogy első évben próbálkoztunk elsősegélynyújtó versennyel, de azzal most már nem foglalkozunk. Hány verseny van egy évben? Egy területi, egy megyei és országos. És akkor hogy néz ki a felkészülésetek? Hát általában úgy szokott lenni, hogy ugye délutánonként iskola után találkozunk a volt általános iskolánkban, és ott szoktunk felkészülni. És azt hivatásos katasztrófédők vezetik, vagy? Nem, hát a tanárnővel szoktunk felkészülni, mind az elmélet, mind a gyakorlat részben. És megyünk a helyi kirendeltségre, Monorra, ahol nagyon sok segítséget kapunk az ott dolgozó tűzoltóktól, valamint Mihály Sándor úrtól. Igen. Azt gondolom, hogy a csapat nem a 4 tagból áll, hanem többen vannak, ugye? Csak a legjobbak szoktak eljönni a versenyre, vagy csak ők 4-en? Tehát ők a középiskolás csapat, tehát ők egy állandó csapat, és akkor általános iskolásoknak van meghirdetve, és oda az jön, aki akar, és onnan jön a legjobb. És most idén végre tényleg egy legjobb csapat jött, hiszen a 3. helyezést érték el. Na most holnap van a megyei verseny. Hol van a megyei verseny?
A megyei verseny általában is a Szegen van, most már negyedik alkalommal megyünk oda, tavaly megnyertük, és az országos versenyre is eljutott. Nem, sajnos hatodikak lettünk, de nem sokon múlott, tehát apró dolgokon múlik itt, hiszen ugye minden csapat oda már, oda a legjobb csapat megy, és nagyon nagy tudású. És most mi lesz itt, hogy ma volt a verseny, hát gondolom elfáradtak a gyerekek, és holnap megint. Nem fáradtunk el, most feltöltöttünk, és most innen például a Monori tűzoltóságra megyünk be, mert most kaptuk meg a feladatokat, és még van, amit át kellene néznünk, úgyhogy innen egyenest irány a Monori tűzoltóság, de előtte még egy fagyit azért szerintem megeszünk. Nem? Hát ezért megéri. Hát akkor gyerekek és a tanárnő, nagyon sok sikert kívánok nektek a holnapi napra. Szépen köszönjük. És természetesen még mindig nem fogytunk ki az ajándékokból. Hernád település polgármestere Zsírosné Pallaga Mária polgármesterasszony mindenkinek kedveskedett egy kis kitűzővel, úgyhogy én megkérnék minden csapatból egy főt, hogy ja, már igen, a kolléga már osztja ki, ez egy ilyen kis kedves kitűző, kérem, hogy viseljétek belátásatok szerint. És azt hiszem, hogy még nem dőlhetünk teljesen hátra, mert látom azért a boldog arcokat, hogy mindenki szorongatja az ajándékát, de azért ne feledkezzünk meg az állomás parancsnokokról sem, mert ők kemény munkával azért végigvitték ezt a mai napot, és abszolút önfeláldozással és sok kedvességgel azon fáradoztak, hogy titeket minél jobban és minél mélyebben elsajátítsanak a különböző ismeretekben. Úgyhogy én neki külön szeretném megköszönni, és ha nevetekben természetesen egy külön kis ajándékkal kedveskedni a kollégáknak. Kérlek, gyertek ki! Egy nagy tapsot a katasztrófavédelem dolgozóinak. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És még állomásparancsnok természetesen volt itt helyi védőnő kollégina. Nem tudom, hogy ő még itt van-e valahol. Nincsen, dolgozik, akkor megkérném, hogy átadod neki. Tudom, azért köszönöm. Illetve szintén itt volt, és végig a segítségetekre volt, aki a szirénát tekergette, illetve az egészségügyi állomáson volt, Hernád polgármesteri hivatalának két dolgozója, ők még nem tudom, hogy itt vannak-e, Sponga Tamás, Numorita, itt van Tamás. Ez pedig a Ritának átadod. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És azt hiszem, hogy végül, de természetesen nem utolsó sorban, aki a csomó apró kis láthatatlan kezével szintén segítségünkre volt a versenyszervezésébe, az nem más, mint az iskola igazgatónője. Neki szeretnénk egy nap tapssal megköszönni, hogy házigazdaként befogadott minket. Köszönjük szépen, és hát azt hiszem, hogy nincs más hátra, mint előre. Mindenkinek jó pihenést kívánok, kivétel annak a négy csapatnak, rám még holnap komoly munka vár. Őket kérem, hogy ne menjenek el. A többieknek jó pihenést kívánok, és gratulálok, és örülök, hogy találkoztunk. Viszontlátásra, szervusztok! Akkor köszöntöm az iskolánk igazgatóját, Rácné Kocsis Krisztinát. Hogy érzed magad most a nap után?
Nagyon jól érzem magam, és nagyon örülök, hogy ilyen sok versenyző volt itt az iskolánkban. Egy nagyon jól sikerült rendezvényen vagyunk túl, amit a Pest megyei katasztrófavédelmisek szerveztek az iskolában. Néhány alkalommal előzetes előkészületek után történt meg ez a mai verseny. 23 csapat jelentkezett az iskolába, 17 általános iskolás csapat, 7 középiskolás csapat, 6 középiskolás csapat, és ők versenyeztek itt a mai napon az iskola mögötti tornapályán, amit majd gondolom a felvételben mindenki megtekinthet, és én nagyon örülök, hogy ebben az intézményben volt most ez a rendezvény. Az iskolának mit kellett hozzátenni, mert ugye azt láttuk, hogy a katasztrófavédelem munkatársai rendezték be, illetve vezették a versenyt. Iskolának mit kellett hozzátenni, mit kellett adni? Az iskolától, tehát az önkormányzat volt az, aki a rendezvényhez hozzájárult, minden gyereket meghívott ebédelni, valamint ajándékokat is kaptak tőlük a gyerekek, a helyi csapat is és a többiek is. És az iskolának tulajdonképpen a helyszínt kellett biztosítani, valamint a helyszínen egy-két dolgot kértek, amik itt rendelkezésre álltak, tehát az iskolának a mai napban a szervezésben volt igazán segítő szerepe. Gondolom mentél egy-két pályához megnézni, nem, a gyerekeket? Igen, igen, nagyon tetszettek a pályák, és különösen örülök annak, hogy az itt lévő dolgokat, például az új játszóterünk elemeit is beépítették a versenypályába. Hát elég nehéz feladatok is voltak, én azt gondolom, főleg az ügyességi feladatok. Az elméleti résznél ugye nem voltam bent, azt nem tudom, de úgy hallottam a csapattól, a helyi csapattól, hogy az sem volt egy könnyű. A felkészülés is nehézkes volt, és a Hernádi iskolából a gyerekek évek óta nem vettek részt ilyen versenyen, és azért szerettük volna, tehát én kértem meg, hogy mindenképpen egy helyi csapat is képviselje az iskolát, ha már itt tartják a rendezvényt. Hát megelőlegeztél, illetve a kérdés, mert az lett volna a következő kérdésem, hogy tudom, hogy először indultak a Hernádiak, hogy a következő években nem szándékozol ilyen csapatokat kiállítani ezekre a versenyekre, mert egy szenzációs verseny volt. Igen, szerintem is nagyon jó volt ez a verseny, és hát szeretnék, igen. Én azt gondolom, ha lesz olyan kolléga, aki felvállalja, és tehát hosszabb időn keresztül készíti fel a gyerekeket, akkor ennek van értelme. És azért elmondom, hogy azért, amikor én jártam általános iskolában, akkor volt ilyen szakkör, én részt vettem ilyen szakkörön, és én voltam ilyen versenyen, és az is egy nagyon jó élmény volt, ez a mai is az. És nagyon flottul mentek a dolgok, minden időre, minden pontosan, és ez szerintem a katasztrófavédelem szervezésének köszönhető. Akkor mondhatod azt, ugye, hogy jól zártuk a napot. Igen, remekül zártuk a napot szerintem. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.